Kedves lányok, kedves srácok! Ha most szeretnétek videójátékot vásárolni, akkor itt a legjobb alkalom, hogy ellátogassatok az eneba.com weboldalra. Az eneba.com egy online áruház, ahol hatalmas kínálatot találtok különböző PC, Nintendo, PlayStation és Xbox videójátékokból, online tagság vagy egyenleg feltöltő kártyákból és egyéb előfizetésekből is. Az eneba.com-on szinte mindig van valamilyen akció vagy leárazás, és ezekkel együtt még a saját Szentsi2031 kuponkódommal is ráadás 3% kedvezményt kaptok vásárlásotok végösszegéből. Csak annyit kell tennetek, hogy rákattintotok a videóm leírásában lévő linkek egyikére, megkeresitek azt a játékot, amire épp vágytok, és vásárlás előtt beírjátok a kedvezménykód mezőbe a Szentsi2031 kódomat a ráadás 3% kedvezményért. Ha videójáték, akkor eneba.com. Én bátran ajánlom. Sziasztok! Találtam egy tök jó pofa point and click kaland horror játékot, amit, ha jól látom, le si kell tölteni a készítő weboldaláról, mert a webes böngészőből lehet játszani. Gyertek, nézzük meg, hogy milyen. Invitation EM. Nem tudom, hogy jól mondtam meg ki a címet, biztos vagyok, hogy rosszul. Invitation EM! Na nézzük, milyen. Csak. Figyelmeztetés. A játék némely aspektusa sértő lehet az erre érzékeny vagy fiatal játékosok számára. Jó tanács. Ezt a játékot fej- vagy fülhallgatóval és alacsony megvilágítást érdemes játszani. A részletek. Ebben a játékban nincsen eszköztárrendszer. A tárgyakat, amiket felvesztek a játék során, automatikusan használva lesztek, hogyha a megfelelő helyre kattintotok. ...1991. októberre valahol Franciaországban. A francba! Kérlek, ne most! Oké, nyugalom. A város gyalog annyira nincs messze. Hová tettem a zsablámpámat? Oké, látszólag egy csúnya vihar közepén az autónk bemondta az unalmast. Menj már, hogy jött egy AC/DC-s album. De jó. Jó zenei ízlés, check. Oké, felvettük a zsablámpát. Szuper. Gondolom, kénytelenek vagyunk kimenni az esőbe. Pár perccel később. Ha? Azok a fények. Van ott egy ház. Lehet, hogy van telefonjuk. Nocsak. Az autóban nincs senki. Úgy néz ki, hogy ez viszonylag mostani eset. Úgy néz ki, mintha az automotorja még járna. Lehet, hogy ők is a ház felé mentek. Bárhogy is legyen, a lakók biztos nagyon meg lesznek lepődve, hogy látnak engem. Gondolom. Kapu meg a főbejárati ajtó innen látszólag tárva nyitva. Te jó Isten! Ki ordivál ennyire? Hú, basszus, nem tudom, mi volt ez, de... Ez furcsa. Igen, van itt egy kép, ami egy kulcslyukat ábrázol, talán?
Remélem valaki tud nekem segíteni. Addig nem megyek el, amíg nem beszéltem a ház tulajdonosaival. Segítségre van szükségem. Aha, tehát gondolom most a főbejárati ajtót nézem, és azért nem enged a játék kimenni. Úgy néz ki, nem sűrűn használják ezt, ez gondolom csak egy állvány, és mögöttem van egy lámpa. Milyen sűrűnek hangzik ez a házikó. Nincs itt senki. Jobb, ha előbb szólok az itt lakóknak. Úgy hallom, hogy jobbról elég nagy csevej megy. Csevejt hallok. De nincs itt senki. Ez most egy vicc? Egy kihangosítós magnóról megy egy kozetta, és ilyen tömeges beszélgetés hang van itt felvéve. Rajta. Ó? Oh. Az a hang a bejárat felől jött, nem de? Oké. Okay. Ebben a házban elég furcsa hangokat hallok így is, ennek ellenére is. Ezt itt kéne hagynom szépen. Látok valami hatalmas alakot a ház körül mászkálni. De kint túl sötét van ahhoz, hogy megnézzem, mi is az. Az ajtó? Hová tűnt a főbejárati ajtó? Az előbb még itt volt. Megmernék esküdni. Oké, valami nem stimmel ezzel a helyjel. Talán van valahol egy másik kijárat. Nem értem, hogy az ajtó hogy... Oké, felvettünk egy kulcsot. Ezek az ikonok talán jelenthetnek valamit. Kettő dolog jut erről a játékról eszembe. A scratches, meg a régen az ilyen webböngészőben játszható játékok aranykorából az Ex Mortis. Első-második része. Valaki kivette a fotókat a keretekből, de miért? A lámpa nem működik, 3 óránál megakadt. Oké, okay, ez az ajtó nem mozdul. Ehhez egy kulcsra van szükségünk. Kardnál egy agancs, a tálkánál még egy agancs, a fejnél 2 agancs van ezeken a díszeken. Hello! Érdekes helyen van itt ez a festmény. Az az ajtó sem nyílik, szóval csak erre tudok menni. Hello! Oké, ezek fényképek a környezetről, semmi furcsa, tehát a környező tájakról. Az meg mi az ördög volt? Oké. Lehet nem kéne zavarni azokat az erőket, megbolygatni azokat az erőket, akik kísértik ezt a helyet. Nedves, félig összetépett ruhák vannak a fürdőkádban. Úgy néz ki, hogy egy férfihez, meg egy férfi meg női ruhák ezek. A törölköző teljesen száraz. Talán szörnyen nézhetek ki, nem nézünk bele a tükörbe. Van egy kulcs a lefolyóban, de nem érem el. Szükségem van valami eszközre ahhoz, hogy kivegyem. Oké, a főbejáratnál talált kulcs nyitja ezt az ajtót. Az
az a figura, amelyik aki a ház körül lólálkodik. Nem tudok nem gondolni arra a sikításra, amit az erdőből hallottam. Az a lény valahol a közelben van. Tudja, hogy itt vagyok. Elég szörnyen fest ez a csávó ezen a fotképen, aha. Valamiféle fajta ékszeres doboz, hogyha megrázom, akkor hallok benne valamit. Ezeket a szimbólumokat láttuk lent. Ez valakinek a naplója. Némely oldalt kitéptek. Oké, úgy látszik, hogy nem tudjuk megnézni a naplót. Nézzük csak, a ruhásszekrény üres. Látszólag egy szép, pedig csak egy ládának tűnik, ami zárva van, kulcs kell hozzá, hogy ki tudjuk nyitni. Fura, úgy néz ki, mintha a láda hozzá lenne rögzítve a padlóhoz. Hopp. Jobb klikket nem szabad nyomni. Pillanat, most nézem, hogy ilyen szimbólumok is vannak az ikonok körül. Viszont, arra viszont nem figyeltem. Aha, ez egy kör, ez egy négyzet, ez meg egy háromszög. Aha, akkor ez volt a baj, ezért nem nyílt ki. Nézzük csak. A kard itt egy körben van, igen. Ez így. És most nyílt ki. Oké, találtunk egy kulcsot. Arra nem megyünk, mert arra egy furcsa alakot láttunk. Ha, ez a kulcs. Nyitja ezt az ajtót, amit találtunk. Hú, de jól néz ki ez a hely. Ha kiégett az égő. Valamiféle fajta ilyen illatosító gyertya égető. Furcsa szaga van, és rosszul érzem magam tőle. Ó, oh, ez az ajtó vezet ide, oké. Okay. Fufu, hello! Ettől a képtől a hideg futkos a hátamon. Meg is tudom érteni. Valamiféle fajta állvány mondjuk egy kard kihelyezésére, de a fegyver, vagy igen, de a fegyver nincs rajta.
Egy biztosítékdoboz. Úgy néz ki, rendben van, de az alaksor mégis sötétségben úszik. Mondjuk itt nem is látok, hogy nem is látom, hogy lenne itt konkrétan lámpa. Wow. Van itt egy csipesz, egy üvegcsébe zárva ezzel a bármivel is. Az üvegcse zárva van, és csak egy módon szerezhetem meg az eszközt. Hogy összetörjük, oké. Okay. Wow. A francba. Úgy néz ki, teljesen rá van ragadva, és nem engedi el. Oké. Okay. Ez a kis kéznek kinéző lény teljesen rácuppant arra a csipeszre, és nem engedi el. Nézzük, csak különböző tárolók, rongyok és vegyszerek. Hmm. Valaki nyomokat hagyott három gombon. Hogyha ezt a három gombot használták, akkor hat lehetséges kombináció van. Talán ki tudom találni. Dae. Aha, kinyílt. Kinyílt a széfecske, és ilyen papírok vannak benne. A Host Society, a gazdatest közösség kedves tagja. Ezt a meghívót át kell adnod, amint megérkezel a templomba. Légy pontos! Oké, okay, mintha valamiféle fajta közösségi vagy szekta meghívók lennének ezek. Hmm. Oké, okay, hát egyelőre nem lettünk itt gazdagabbak tárgyakkal. Hmm. Igen. Oké. Okay. Lehet, hogy van a toalettben valami. Ettől a háztól paranoiás leszek. Igen, most határozottan nincs itt senki, egy darab lény sincs itt. Úgy néz ki, hogy csak el akarta végezni a dolgát, csak azért vágta be ennyire az ajtót. Oké, okay, ez egy vegyszer, ami... Nagyon magas savtartalmú vegyszer. Oké. Okay. Ha? Talán le tudjuk bontani ezt a szerves valamit ezzel a vegyszerrel, amit most találtunk. Aha, sikerült is. Oké. Okay. Nem történik semmi. Úristen, tovább ment a játék. Királyság. Kedves nagy kedves srácok, harmadjára kezdem újra a játékot, csak hogy ez a terep a kis lény lebomlasztása és a csipesz megszerzése után tovább menjen végre. Szóval tökre örülök, hogy sikerült. Amit észrevettem, hogy a puzzle-ök minden egyes újraindítással változhatnak a játékban. Szóval most más volt az ékszerdobozos kirakós, más volt a szimbólumok sorrendje, meg azokat körülvevő szimbólumok is. És azt vettem észre, hogy ezeken a meghívókon is más mindig ez a hatjegyű szám, illetve a széfnek is mindig más az a háromjegyű
kódja, amit be kell írni. Szóval 254361. Mivel nem biztos, hogy ezt megjegyzem, lefotózom. Biztos vagyok benne, hogy ez fontos lesz valamire később. 254361. Főleg, hogyha minden egyes alkalommal változik. Na végre elmehetünk innen, megvan a csipesz. Az ajtó zárva van. Miféle baromság ez? Az ajtó zárva van. A kulcs már nem jó a zárba. Basszus, beragadt. Közben ezt a zagancsot is meg lehet amúgy vizsgálni. Ugyanez a zagancs hasonló, mint ami a bejáratnál is van. Hello! Ó, fene! Gyerünk, nyílj ki! Be vagyok szorulva ide, vagyis ragadva. A fenébe. Hol van? Mi történt? Aha. Úgy néz ki, mégiscsak rendben vagyunk. Látjátok? Más. Na jó. Ki tudjuk halászni végre innen a kulcsot. A csipesszel elértük. Királyság. Egyel kevesebb probléma. Aj, nem áll most meg az a rész, nem akar tovább tölteni. Ha, tovább mentünk, de jó. Remélem, hogy ez a kis kulcs ehhez a kis ládához való, de ez a szoba most nem úgy néz ki, mint eddig. Hová lett a szoba? Igen, ez a festmény ismerős, de a szoba az teljesen más. Meg fogok hűlni. A fali tapéta hátoldala mindenféle kosz meg penész borítja. Hát oldal lát. Csúf! Oké, megint ugyanez a festmény van itt. De ez percről percre ijesztőbb. Vajon még mindig a házban vagyok, vagy már valahol máshol? Oké, felmásztunk valahova. Ó, oh, wow! Azt hiszem rosszul leszek. Úgy néz ki, mintha élne. Megint itt van ugyanaz a festmény, és van itt egy oldal abból a naplóból, amit láttunk talán. Aha, egy mondat közepén kezdődik rajta az írás. Jól emlékszem rá. A tél beterítette az egész területet. A fehér palástjával. A szél fújta a magas fák tetejét. Most nem is tudom hirtelen ez milyen fajta fa, gyorsan megnézzük. A fenyőfák, igen, szóval a szél fújta a fenyőfák tetejét. Lefölmászkáltam. És a kandalló finom fényében fürödtem. Ezt a meleg fényt kontrasztolták a függönyök színei. A választás, amit aznap este meghoztam,
olyan ajtókat nyitott meg számomra, amik eddig zárva voltak. Ez mind. Valószínűleg van valami köze ennek a... ennek az ajtónak, ajtóhoz. Igen, egy fura szerkezet zárja az ajtót. A válasz valószínűleg közel lehet. Ó, meg kell nyomni még a közepét is, miután beütöttem a kombinációt. Oké. Aha. Igen, ez a napló, ez a napló papír itt a tipp arra, hogy kell nyitni az ajtót, és hát ez egy gyönyörű zsákutca tévészoba. A televízión annak a szobának a képét látom, ahonnan most jöttem be. Redfield márkájú televízió. Redfield? Szóval várjunk csak. Itt jártam az imént, nem? Igen. Óha. A fenébe. Okay. Amit láttam, az ugyanannak a folyosónak kell lennie. Azok a lények ott várnak engem. Kint az ajtó túloldalán. Most mégis visszakerültünk a szobába, ahogy eredetileg kinézett. Lehet, hogy csak halucináltunk. Viszont szegény emberünknek a festményen már nincsen feje. És hősünk nem kommentálja a kinézetét a dolognak. Igen, ezt a ládát nyitja az a kis kulcs. Aha, és lemerem fogadni, hogy azon a meghívón lévő számsor fog minket ide besegíteni. Hát nézem csak. 2, 5, 1, 4, 6, 3. Aha. Ha-ha. Itt egy titkos átjáró az a ruhásszekrény mögött. No fene. Bízom benne, hogy ez valamiféle fajta titkos kijárat. Egy lift. Felfele nem tudok menni vele, csak lefelé. De vissza tudok menni még föl, hogyha nem akarok kimenni a lifttel. Jaj, de jó. Menjünk ki a liftből. Fú, milyen föld alatti átjáróba kerültünk. Ó, minthogyha erről az átjáróról láttunk volna egy festményt. A ház felső folyosóján. Ezeket a gyertyákat... némely gyertyákat nemrég oltották el, vagy rakták ki. Lehet, hogy van itt valaki. Nem tudom most már, hogy ez egyetlen jó jele vagy sem. Ez meg micsoda? Úgy néz ki, mint valamiféle fajta oltár. Ú, a francba, a zseblámpám, ilyen hamar. Ha? Ó-ó. Oké, úgy néz ki, ezt már nem mi mondjuk. Jó estét! Épp időben érkezett.
Ki van ott? Ki beszél hozzám? Hó, kik beszélnek? Azt a mindenit. Mi? Maguk meg? Kérem, maradjon nyugton. Megértjük, hogy ez most önnek nagyon... felzaklató lehet. Ne féljen, ennek az egésznek hamarosan vége lesz. Maguk felelősek ezekért a... ezekért az őrült dolgokért. Mi csak a hangok vagyunk, akik a fejvadászért szóltak. Gondolom a Headhuntert lehet itt fejvadásznak fordítani most. 4 évente összegyűlünk, hogy 3 áldozatot mutassunk be a nagy vadásznak. Ez szükséges ahhoz, hogy a vadász biztonságot és bőséget biztosítson a családunk számára. Figyeljenek! Nekem ez egészen semmi közöm. És mégis itt van. Mégis itt van, válaszolt a meghívásunkra. A jó akarunk meghívására. Mert tudni illik, hogy az áldozatok mind önmaguk járulnak elénk. Azt az utat követvén, melyet a nagyvadász sötét gyermekei vetnek meg neki. Biztos találkozott velük. A lényeknek viszont nagyon kreatívnak kellett lenniük ahhoz, hogy lelassítsák magát. Igen. Az első kettőt elő kellett készítenünk. Mit értelek az alatt, hogy az első kettő? A gazdatest közösség tagjaira gondolok. Eljött az idő, szabadítsak fel az oltárt. Ott az első kettő. Hát ennek a játéknak nem lett happy end a vége. Oh. 35-ből 33 tárgyat meg tudtam nézegetni. Oh. A játékban véletlenszerű dolgokat, dekoráció, berendezési tárgyak, ajtók, stb. Meg tudsz vizsgálni, hogyha mindent megvizsgálod, akkor egy titkos befejezést kapsz. Hú, na mi volt az a kettő, amit nem néztem vajon meg? Amit látjátok, nem egy hosszú játék, jó, hamar végig lehet vinni. Csak körülbelül 3 alkalommal előfordult velem, hogy a játék nem akarta a következő jelenetet tovább betölteni. Nem tudom, hogy ez a esetleg internet kapcsolat okozta ezt a problémát, vagy micsoda. De ezzel most kicsit meg vagyok lőve, hogy mi lehetett az a kettő, amit nem néztem meg. Ettől függetlenül megpróbálom nektek megkeresni a játéknak a rejtett befejezését. Mert úgy tudom, hogy közepesen mókás, és a készítő is egy üzenetet mutat ilyenkor a játékosoknak, hogyha sikerül elérniük.
Nice. Kedves lányok, kedves srácok! Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat. Ha tetszett, kérlek dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. A videóm leírásában az összes elérhetőségemet megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szervusztok!